Az első, hogy a Laci beszéljen pár szót a két előadásról, amit idén nálunk rendez. Hát az egyik a Lola Blau, ez egy monomusical. Régen foglalkoztam ez a dolog, hogy ezek a nagy történelmi tragédiák, amik nem csak a holokauszt, de korábban is voltak a történelemben ilyen népírtások, ezek olyan milyen módon tudnak hatni az éppen élő emberre. Tudom, ugyan nincsen statisztikai adatom róla, de a holokauszt idején ezekben a lágerekben, mintha nem lett volna öngyilkosság. Tehát az élethelyzet, amiben ezek a szerencsétlen emberek voltak, inkább a túlélésre összönözte őket, mint az élet eldobására. Most meg, amikor nem fenyeget bennünket ilyen veszély, egyre nagyobb az öngyilkosság aránya. Másik egy háj darab, a házasságon innen is túl, ami egy olyan probléma, ami azt gondolom, hogy különösen ebben a mai világban, a 20.-21. században egyre égetőbb kérdés, a párkapcsolatok kérdése. Jó magam, a Bobby Tavár Színházzal közös koprodukciót rendezünk Ajándék címmel, ami egy interaktív színházi nevelési foglalkozás, ahol arról próbálunk meg gondolkozni a nézőkkel együtt, hiszen interaktív, hogy mi kell ahhoz, hogy egy család készen álljon arra, hogy gyereke legyen. Egyszerűnek hangzik a kérdés, és kicsikét abban a filozófiában kell gondolkodnunk, mint amit a Laci is elmondott, hogy vannak időszakok, amikor nem kérdés, hogy gyerekre van szükség, hogy háborúban például 44-ben több gyerek született Magyarországon, mint az 50-es évek végén és 60-as évek elején. Sokkal több volt akkor például az abortusz, hogy most, amikor egy olyan világban vagyunk, ami kicsikét talán kényelmesebb és többet tudunk gondolkodni, olyan, mintha felszívódnak bennünk azok az ösztönök, amik működtettek, az önvédelem, meg a fajfenntartás, és érdekes módon mindig abban mondom, hogy mennyi minden kell ahhoz, hogy éljünk, miközben valójában csak mi kellünk hozzá. Mi két előadással készülünk, ez egyik az Édes Hármas, ami már tavaly bemutatásra került, viszont folyton fejlesztjük és jobbá igyekszünk tenni. Ez egy slam poetry produkció, két slammel kollégámmal közösen készítjük, és ez is igazából ilyen hát egy születésnapi buli keretében van behelyezve, és az élet mindennapi problémáiról beszél, munkavállalás, párkapcsolat, különböző dolgok, amik minket érintenek, és ezt próbáljuk egy kicsit ilyen üdítően, felemelően és viccesen tárolni mindenki számára. A slam poetry az egy nagyon különleges műfaj, egy előadóköltészeti műfaj, vegyíti a színházat, az irodalmat, a rappet, nagyon sok popkulturális utalás van benne, úgyhogy abszolút egy ilyen mai hangnemet üt meg. És egyik kollégámmal, aki az Édes Hármasban is benne van, Dénes Szilveszterrel készítünk majd tavasszal egy Párkapcsolat című előadást, ami pedig hát nevéből is adódóan a párkapcsolatnak a különböző fázisait mutatja be, akár az óvodától kezdődően a már vén házaspárnak a gondolataig, és hogy hogyan is értjük, vagy értjük félre egymást a női-férfi viszonylatban. Januári bemutató lesz majd Saramago Cain regényéből az én rendezésemben a Cain útja címet viselő előadás, ami egy monodráma lesz, zenével tarkítva. Egy olyan Káinról fog szólni, aki se nem jó, se nem rossz, vagyis hát ezt majd a néző eldönti, hogy szerintük jó vagy rossz ez a figura. Inkább egy olyan embert szeretnék megmutatni, aki megpróbál az isteni hatalom ellen fellépni, az isteni gőg ellen tenni valamit, és bevégezni, ezt a Saramago írja, hogy bevégezni azt a munkát, amit az Isten nem mert befejezni. Nem csak úgy működünk színházként, hogy mi alkotunk előadásokat, hanem alkotó csoportokat hozunk létre. Vannak diákszínjátszói, gyerekszínjátszói csoportunk is, egyre többek, és idén egy teljesen új palettában működünk. Az Ekkime Művészeti Iskolában elsősorban a diákok a tanítványaink, akikkel alkotó csoportokat szervezünk,
Évek óta működik egyetemi csoportunk. Minden évben hozunk létre előadást, ami viszont nem a célja, hanem a lenyomata annak az éves munkának, amit végezni szoktunk, és nagy örömünkre most korosztályban felfelé is tudjuk bővíteni a csoportjainkat. Egyrészt itt van a szobaszínházunk, ahol dolgozunk és alkotunk, ahol vendégprodukciókat is várunk és meghívunk. És ami fontos, hogy nagyon sok pécsi zenekar van, akik nem kapnak olyan lehetőséget, hogy legyen egy estük, ahol bemutatkozhatnak, és ebből mi egy sorozatot készítünk, hogy szombatonként várhatóan 5-6 alkalommal megjelennek nálunk zenekarok. Ezért van itt Peti is mellettünk, Robert Peti, mert ő lesz az első, aki nyitja ezt a sorozatot, és utána folytatják majd a többiek, mint például a Neil Chips is, a Kobrozozó is, és várhatóan 8-10 ilyen zenekar kap arra a lehetőséget, hogy bemutatkozzon, és hogy kapjon egy olyan lehetőséget, amikor koncertet adhat a bécsieknek, bécsiként. A saját koncertünkkel kapcsolatban pedig, ami november 23-án kerül megrendezésre, ugye én pécsi dalszerzőként, előadóként tevékenykedek lassan 10 éve, pop-rock műfajban dolgozom, és ennek a 10 éves működésnek az első állomása 2014-ben az Örök lázadó című lemezem volt, ami november 21-én lesz 10 éves, és 23-án pedig ennek egy jubileumi koncertet kerítünk. És záró gondolatunkként még, ami nagyon fontos nekünk, hogy egy kicsit olyan, mintha ez csak a kirakat lenne, amit most elmondunk, és a valóság pedig egy másik színvonalon zajlik, hiszen a tavalyi évben igen 2700 jegyet eladtunk itt, és mindeközben pedig a színházi nevelési és színházi és zenei programjainkkal több mint 22 000 gyerekhez jutottunk el országszerte. Mindig érdekes látnunk azt, hogy Pécsen ebből a 22 000-ből eljutottunk 400-hoz, és az ország különböző pontjain meg sokkal nagyobb az igény arra, amit teszünk és csinálunk. Ez semmi rossz érzés nincs ebben, főleg azért, mert idén már 1400 pécsi diákhoz tudunk eljutni, és most a tegnapi napon még 500 bejelentkezett arra, hogy programot tudjunk nekik adni, vagy színházat tudjunk nekik adni. Úgyhogy nyilván ez is egy fontos vonal, és ami nagyon jó, hogy már most látjuk azt, hogy olyan, hál' Istennek, olyan nagy megkeresések vannak ezekre a programokra, hogy át fogjuk lépni ezt a 20 000-es számot, a 22 000 számot az idejében, és inkább közelébe leszünk a 30 000-nek. Szóval a világ szűkül gazdaságilag, mi meg úgy néz ki, hogy valamiért igény van ránk, amit nagyon köszönünk.